A délvidék gyakorlatilag egy lakatlan pusztaság volt. 1700-ban, amikor végleg felszabadult a Magyar Királyság területe, elkezdtek erre a vidékre különféle helyekről hozni telepeseket, hiszen az eredeti lakosság maradékai már nem tudták volna újra népesíteni ezt a vidéket. Így kerülhettek Kupuszinára, a felvidéki palócok is. Énekelni fogok három kupuszinai lakodalmas népdalt, aminek a címe Hely párta párta gyöngyös koszorú. Este van, kis ím van, min a nap lefelé, ma min a nap lefelé, ballag ma a vilegény, a mennyasszonya felé. Mi zenefolkloristák újjongtunk, amikor meghallottuk Annácska dalait, hiszen ilyen régi gyökerekkel rendelkező nóták voltak ezek. Ahogy Annácska fel volt töltözve, az is, azt lehet mondani, milliméterre hozta a délvidéki magyaroknak a hagyományos viseletét. Istenem, Istenem, de mit is csináljak, hogy vegyem meg a szívét, legkedvesebb beszédjét ennek a szép kislánynak. Mi ezt így használjuk, ezt a fogalmat, régi stílus, új stílus, és lehet, hogy sokan nem is tudják, mit jelent. A régi stílusok abban különböznek az újaktól, hogy ereszkedőívűek, valahol fent indul a dallamív, és szépen ereszkedik lefele. Általában egy pentaton hangsor főhangjai köré csoportosulva alakul ki a dallam, és nem csak ebben különböznek a régiek az újaktól, hanem abban is, mivel hogy a magyarság eléggé rég megtelepedett, és a regionális kultúráknak nagyon jól kitapintható módon alakultak ki a sajátosságai, így aztán a dallamok is külön alakot vettek fel, és nagyon különbözőek az egyes dallam típusok különféle változatai. Olyannyira, hogy például a felszállott a páva dallamkör, az egy típus, de olyan sok változatot számlál, hogy a magyar népzene tárának egy teljes kötetét ennek az egy dallam típusnak kellett szentelni. Mikor a mennyasszony fektetni viszik, akkor a vilegényt lukra vezetik. Hely parta parta, gyöngyös koszorúm, maja szégre tészlek, édes hájfonyóm. Mi, akik megtartottuk a saját tájnyelvünket, egy részünk nem is tud máshogy megszólalni az anyanyelvén, ilyen vagyok például én. Mások szinte idegen nyelvként megtanulták a magyar köznyelvet is. Annácskát én hallottam úgy is beszélni. Úgyhogy ezért érték az, hogyha egy ilyen fiatal versenyző, egy leány bátran használja a nagyszülei, a faluja eredeti nyelvezetét, és ez érték, és ezt nekünk is értékelni kell. Reggel van harmad, fázik a lábom, nem fogok itt annyi, a postcóg annyi, anyós traktanyi, udvart sépernyi, reggel.